Itt a szexádi kórházban a sürgősségi osztályon rontott rá az egyik ápolóra az erősen ittas férfi. A férfit a mentők vitték kórházba, miután egy decemberi éjszakán két rendőrjárőr igazoltatta. Ők vették észre, hogy önkívületi állapotúra itta magát. A kórházban akkor vált agresszívé, amikor két orvos megpróbálta rábeszélni, hogy feküdjön le a vizsgálóágyra. A férfi ettől dühös lett, és neki rontott a teremben dolgozó ápolóra. Ököllel arcon ütötte, majd dulakodni kezdtek. A verekedésnek a kórházi biztonsági őrei vetettek véget. A bántalmazás során a sértett ápoló súlyos 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett. A dühös bántalmazónak végül közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett bíróság elé állnia. Egy év börtönre ítélte a bíróság a vádlottat, amelynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Azért mondta ki a bíróság a vádlottat bűnösnek, mert közfeladatot ellátó személy ellen követett el erőszakot, mivel az ápolók, segédápolók, egészségügyi személyzet tagjai különös védelemben részesülnek a büntetőjog szerint, mivel ők közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Az ítéletet a vádlott és az ügyész is tudomásul vette, így az jogerőre emelkedett.